Szombat reggel. A 80-as, 90-es években nálunk is népszerűvé vált a Commodore, a C64-es számítógépen futó játékok. A szoftverek azonban nagyon drágák voltak, nem is lehetett beszerezni őket, legalábbis legálisan. Néhány leleményes, tizenéves fiatal külföldi gyerekekkel cserélve jutott hozzá ilyen programokhoz. Így terjedtek el a szoftverek nálunk is, és ezzel egy időben a tinédzserek maguktól szinte semmiből megtanultak programozni, és mára közülük sokan az informatika területén töltenek be magas pozíciót. Nos, ezt a közösséget ismerhetjük meg a Sam's Back című dokumentumfilmből, aminek tegnapi bemutatóján ott volt Barta Bernadett is. Ezrével csempészik a gépeket a falon túlra is. Szoftver nélkül viszont a gép csak egy üres hardware kupac. A Sam's Back című alkotás 3 évig készült. Mi az, ami miatt ilyen sokáig tartott ennek a műnek a bemutatása? Teljesen szabadidőben, spórolt pénzből készülő film. Matusik Szilárd rendező. Tehát se olyan stáb nem állt a rendelkezésünkre, aki mondjuk főállásba ezzel tudott volna foglalkozni. Nyilván anyagilag se volt lehetőségünk, hogy felbéreljünk ilyen stábot, úgyhogy gyakorlatilag ezt néhány ember készítette szabadidejébe, család, munka és egyéb elfoglaltságok mellett, úgyhogy ezért tartott ilyen sokáig. A Vakondok történeteknek a folytatása 2008 óta foglalkozik ezzel a szubkultúrával. Dokumentumfilm sorozat az, amiről beszélhetünk. Ugye egy szubkultúrát mutat be, de ennél azért sokkal jobban túlmutat. Téma az a saját indítatásunkból jött. Tehát legelején ezt a Csépai Gábor barátom találta ki, mert neki volt sok olyan ismerőse, aki underground körökbe, vagy hát már manapság nem tudom, minden szerető undergroundnak, de mondjuk egy kevésbé mainstream körökbe forgott. Ugye képzőművészek, akik street art-tal is foglalkoztak, amellett, hogy egyetemen végzett képzőművészek, akkor zenészek, akik mindenféle olyan stílusban alkottak, ami annyira nem volt a felszínen, a rádiók nyilván nem játszották, extrém sportolók, akik amellett mondjuk, hogy támogatott szponzorált, világbajnok snowboardozó az utcán is szokott deszkázni, stb. És úgy gondoltuk, hogy ezek a témák, ezek olyanok, amik valószínűleg sokakat érdekelnek, sokak is már hallottak róla, vagy ismerik, de mondjuk így a mélységeit annyira nem. Tehát, hogyha mondjuk valaki látott már deszkást, vagy valakit, akik ugrálnak parkörösök kint a tereken, akkor így tudta, hogy mi ez, de mondjuk nem tudta, milyen indítatásból és miért vannak ott. És ez igaz utána a későbbiekre, tehát ami a számítógéphez köthető témák, így mint mondjuk ez a játékfejlesztés Magyarországon a 80-as években, vagy ez a mostani utolsó rész, ami a játékos közösséget és az abból kialakuló művészeti szubkultúrát a demószín mutatja be. Nekünk ez egy ilyen belső indítatás volt valamilyen szinten, vagy hozzám, vagy a Gáborhoz köthető volt valamelyik téma, és ezért azt éreztük, hogy ezt muszáj megmutatnunk nagyobb közönségnek is, hogy milyen fantasztikus dolgok. Egy új művészeti szubkultúra kell életre. Megszületik a demoszín. Definiáljuk is, hogy mi is az a demoszín, hiszen ugye a hallgatóink között talán nem ismerik annyian, hogy mit is jelent ez a fogalom, hiszen ugye beszélgettük is, hogy egy szubkultúráról van szó, tehát a legtöbben mégiscsak kívülállók vagyunk. Így van, ez valószínűleg még mai napig lehet undergroundnak nevezni, mert gyakorlatilag a jellegéből adódóan nem is ismerheti az, aki nincsen benne, hiszen ez egy mély szakmai tudás is kell. Ugye a számítógépen készült olyan műalkotások, ami, hogyha megnézzük, akkor mondjuk egy ilyen animációnak tűnik. Hát zenével, mert van mondjuk háromdimenziós grafikája, effektek, szólalatta a zene, de igazából ez nem egy videófájl, hanem ez egy program, ami valós időben fut a számítógépen, úgy képzeljük el, mint mondjuk egy játékprogram, ami ugye nem egy videófájl, de ugye, hogy látunk képet, hangot, csak azt akkor a számítógép valós időben számolja ki a programkód alapján. Gyakorlatilag a demószínnek a fő gerincét a demók alkotják, mint műalkotások, amiket ugye programozók készítenek grafikusokkal együtt, és ez egy futtatható program, elindítjuk a számítógépen, és akkor ez fut és generálja a látványt meg a hangot, ami gyakorlatilag egy ilyen digitális műalkotásnak tekinthető. Azon kívül, hogy élvezhetjük a képet meg a hangot, aki ért hozzá, az azt is láthatja, hogy micsoda bravúr kellett hozzá, mondjuk, hogy egy régi Commodore 64-en valós időben egy ilyen látványt valaki le tudjon programozni, mert mondjuk az a gép azt hitték, hogy nem is alkalmas arra, hogy mondjuk ilyen szintű animációkat valós időben elkészítsen. Nagyon érdekes volt egyébként a filmnek képi világa, hiszen ugye olyan eszközöket láttunk például a háttérben, amiken játszottak annó ezek a fiatalok, akik most már ugye nem is fiatalok, hanem inkább a középkorosztályt erősítik. Rengeteg olyan effekt, animáció, vagy talán demoszín volt benne, ami ugye jellemezte ezt a korszakot, illetve hát mai napig hatással van a technikai fejlődésünkre. Igen, ez már az előző, sőt az első résznél is célunk volt, hogy vizuálisan is úgy nézzen ki ez a film, ami köthető az adott témához. Tehát egyértelmű volt itt is, hogyha játékról van szó, meg demoszínről, demoalkotásokról, akkor természetesen teletűzdeljük a filmet, és ezzel a
hogy lássa és hallja is a néző, hogy miről van szó, ne csak az, hogy beszélő fejek mesélik el, hogy milyen jó volt ez. És hát az egész vizuális körítést erre próbáltam felhúzni, hogy 80-as évek emberek hátterében, akik beszélnek, olyan dolgok jelenjenek meg, ami arra az időszakra jellemző, akár csak egy poszter formájában, akár más tárgyi dolog formájában, vagy egy olyan tapéta, ami mondjuk a 80-as években egy jellemző tapéta volt az emberek lakásában. Nyilván nem hiába van egy kicsit ilyen VHS hangulata is az egész filmnek, ugye képileg is 4:3-as képarányt választottam emiatt, illetve egy kicsit a képminőséget is lerontottam annak érdekében, hogy egy kicsit hozza azt a hangulatot, mintha egy régi VHS kazettán néznénk egy filmet. Úgyhogy ez fontos szempont volt most is, hogy a hangulatba, a témához kapcsolódjon minden. Szombat reggel.